Jó estét kívánok nézőinknek! Mai kerekasztal beszélgetésünk témája a megyei katasztrófa védelem és a megyei rendőrkapitányság munkája. Köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat. Ugye praktikus a két témát egybe kezelni, hiszen a rendőrségnek, illetve a megyei katasztrófa védelemnek szorosan egybefonódik, egybe kapcsolódik a munkája. Egy picit beszéljünk akkor itt a kezdetek kezdetén erről a közös együttműködésről. De azt gondolom, hogy ha megengedi tábornok úr, kezdeném ezt a közös jó gyakorlatot, kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy a két szervezetnek nagyon fontos a lakosság védelme, a közbiztonság megteremtése, és minden olyan alkalmat megragadunk egymás munkája során, hogy ezt egymást erősítve, én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy ezt kidomborítsuk, hogy egymást erősítő folyamatokról van szó, kapcsolódási pontokról. Minden egyes szakterületen sor egyeztetés pontosítán zajlik azzal kapcsolatban, hogy ez minél zökkenőmentesebben pontosabban megvalósuljon. Sok közös gyakorlatokat hajtunk végre, ez felváltva a rendőrség és a tűzoltóság katasztrófavédelem szervezésébe történik. Én úgy gondolom, hogy ez a két szervezet együttműködve sokkal több mindent képes elérni, mint mondjuk külön-külön. Annyiban egészíteném ki ezeres urat, hogy tényleg kiváló a kapcsolat a két szervezet között. Ugye belügyminisztériumhoz tartozunk mindketten, és a legmarkásabb erre az, hogy a tevékenység irányítás az egy térbe zajlik egyébként a Komárom-Esztergomi rendőrfőkapitányság Tatabánya Komárom út 2 szám alatti objektumába. Ez azt jelenti, hogy a katasztrófavédelmi kollégák meg a rendőr kollégák egy légtérbe irányítják az egész megyébe a rendőri, illetve tűzoltó egységnek a munkáját. Ez nagyon fontos egyébként az információ áramlás. Gondoljunk bele egy közlekedési balesetnél, mondjuk, ami történik az M1-es autópályán, ugye az nem csak rendőri helyszínre is áll, hanem ott mindenképpen akkor kármentésre van szükség. Adott esetben mondjuk egy kamion felborul, annak mondjuk a mentése, akkor ha eltán az kigyúl, akkor azt nyilván oltani kell a tüzet, és akkor itt egy-egy perc is sokat jelent, amikor azonnal ki kell érni a helyszínre, meg közösen elhárítani a veszélyeket. Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan zárták az elmúlt évet. Ugye nem olyan régen volt erről pont egy tájékoztató. Milyen volt 2016? Kezdjem? Jó. Igen. Én azt gondolom, hogy a katasztrófavédelmi igazgatóságunk egy nagyon eredményes évet zárt. Minden tekintetben tudtuk überelni a 2015-ös évet. Mindegyik szakterület, itt gondolok a tűzoltósági, polgári védelmi és az iparbiztonsági szakterületre, illetve az ezt kiszolgáló közreműködő funkcionális szakterületek is mindegyike nagyon jól teljesített. A tűzesetek számát tekintve a szabadtéri tűzesetek mindenképpen csökkentek. Ez most az idei évben megdőlni látszik a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt, idén már most megszaporodtak a tűzesetek. Ezúton is kérem a lakosságot, aki hallgat, figyel bennünket, hogy fokozottan legyen figyelemmel. Sok apró figyelmetlenség okoz gondot a lakosság nagy részének, illetve a közreműködő szerveknek is. Nekünk vizsgálni kell ezeket a tűzeseteket azon túl, hogy eloltjuk, és komoly erőket mozgósítunk. Nagy segítségünkre van ebben az önkéntesség is, tehát sok önkéntes tűzoltóság vesz részt ezeknek a káreseményeknek a főszámolása során. Visszatérve a tűzoltósági szakterületre, közel 2000 eseményünk volt tavaly. A tűzesetek száma az a tavalyi évben csökkenő tendenciát mutatott, a műszaki mentéseink száma kis emelkedést. Az jelentősebb tűzesetünk egyébként a tavalyi évben egy tatabányait kivéve nem volt. Jól látták el feladatokat a kollégáim. Az iparbiztonsági szakterületen történt változás, jelentős számú, én most a számokkal nem terhelnék senki, de jelentős számú ellenőrzést hajtottunk végre mind a közúton, a vasúti szállítás során, sőt a vízi úton történő veszélyes előszállítást is ellenőrizzük. Itt azért vannak keretszámok, amit produkálni kell a kollégáimnak, ezt mind bőven teljesítettük.
polgári védelmi szakterület területén is végzünk ellenőrzéseket. Nem biztos, hogy ez minden néző számára ez köztudomású. Veszélyes fákat, árkokat, vízelvezetőket ellenőrzünk lakott területen, helyenként azon kívül is itt a rendőrséggel közösen a kockázati helyszíneket vizsgáljuk, hogy egy téli időjárás során milyen olyan veszélyes közúti helyzet alakulhat ki adott területen. Közúttal, magyar közúttal közösen járjuk be ezeket a területeket, polgárvédelmi szakterületen dolgozó kollégáimmal. Veszélyes üzemterületén nagy változás nem történt a megye életében. Közel 30 olyan üzem van, amit hatóságilag felügyelünk, közreműködünk. Ez azt gondolom, hogy ez az erős hatósági jelenlét egy kapcsolódik össze az üzemek által is fontos biztonsággal. A kollégáim készségesen állnak rendelkezésre, nem csak a sorolt üzemek esetében, hanem valamennyi olyan üzem esetében, akik valamilyen veszélyes anyaggal foglalkoznak. Tavaly évben kiemelten jártuk be az olyan intézményeket, ahol vagy jégpályát üzemeltetnek, van több a megyében ilyen, vagy úszodákat. Ugye ott azért a tavaly évben fölmerült pár eset, hogy a gyermekek is sérültek klórmérgezésben az ország több pontján. Fontos az, hogy a szülők a gyerekeiket olyan úszodákba vigyék el, ahol biztonságba tudhatják. Több gyakorlatot is hajtottunk végre. Ez rendre mind közös volt a rendőrséggel egyébként, talán egy kivételt tudnék mondani, de ott is jelen voltak Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a KNKK jóvoltából egy közös buszemelési gyakorlatot hajtottunk végre Vértesszőlősön. Ez nagyon fontos volt. A közelmúlt tragédiája is mutatja, hogy milyen fontos, hogy mi készek legyünk minden helyzetben jól helytállni. Egy busz okozhat nekünk olyan helyzetet, hogy egyedül nem is tudjuk megoldani a Tatabányán állomásozó darúval. Székesfehérváron is van egy hasonló darú, és a adott szituációt közös emeléssel, páros emeléssel, ugye ez egy még koordináltabb, összehangoltabb feladat végrehajtást jelent. Ezt gyakorolták kollégáim. És a tatabányai Faszén Fesztivál során hajtottunk végre egy jó lakosság számára is érdekes gyakorlatot, a megye tűzoltói versenyeztek. Ez egy verseny volt műszaki mentés tekintetében. Szlovákiában gyakorlatilag egy központi rendszerben, hát majdnem mondhatni ligában hajtják végre ezt, és ennek a mintájára próbáltunk kialakítani egy szituációs gyakorlatot, mindegyik parancsnokság két helyzetet oldott meg. Nagyon összetett, komplex volt. Én azt gondolom, hogy azok, akik látták, betekintést nyerhettek egy kicsikét a tűzoltók műszaki mentési technikájába. Ugye egész napos rendezvényünk volt, komoly megmérettetés, és azt gondolom, hogy mindenképpen fejlődést jelent azoknak, akik ebben részt vettek. Ezt két évente fogjuk megrendezni, tehát idén nem lesz, nem tudom azt mondani a kedves nézőknek, hogy látogassanak el hozzánk, mert azért ez komoly logisztikai munkával jár, támogatással. De jövőre mindenképpen megrendezésre kerül, keresünk olyan időpontot, rendezvényt, amire föltakarva tudjuk színesíteni az adott rendezvénynek a színvonalát. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk tavaly évben is a polgármester hivatal, a helyi datai polgármester úr nagyon sok rendezvényünkön megjelent, támogatja a közbiztonsági rendeltetésünket, járási hivatalról ugyanezt el tudom mondani, és hát ugye itt érdekelt a település, a Dandárral nagyon jó a kapcsolat, sok olyan kapcsolódási pont van a honvédséggel is, ahol tudjuk egymás munkáját segíteni. Itt, hogyha most már szó esett ezekről a kapcsolatokról, a rendőrség, megy egy rendőrkapitányság, milyen kapcsolatot ápol a társszervekkel? Úgy gondolom, hogy kiváló kapcsolatban vagyunk együttműködőkkel, a társszervekkel. Ez meglátszik a közös eredményekben is egyébként. A 2016-os év Komárom-Esztergom megyében a rendőrség szempontjából egy kimaradt a jó év volt. A rendőrség számára mindig egy értékmérő, fokmérő, hogy mennyi bűncselekmény történik az adott területen. 2016 évben 5553 bűncselekmény történt, azt megelőző évben pedig 6001 néhány, és azt lehet mondani, az elmúlt 7 évben csökkenő tendencia van a bűncselekmények számát illetően. Ez olyan fokú, olyan mértékű, hogy a rendőrségen mérjük, hogy mennyi a 100 lakosra jutott bűncselekmények száma,
és akkor ebben Komárom-Esztergom megye a megyei rendőri szerveket tekintve, akkor a 18. helyen van, gyakorlatilag utolsó előtti hely vagyunk szerencsére, ebben jó érzés ilyen hátul kullogni. Gyakorlatilag a lakosságnak kevesebb bűncselekményt kell elviselnie, kevesebb bűnesettel kell szembe találkoznia. Ez vajon minek köszönhető? Tehát, hogy van erre valamiféle kimutatás, hogy ez minek az eredménye, hogy kevesebb és ez csökkenő tendenciát mutat? Ebbe sok tényező szerepel ebbe. A bűn megelőzéstől kezdve az együttműködő szervekkel való jó kapcsolaton át, az önkormányzatok által kiépített kamerarendszeren át, a munkanélküliségnek a kedvező alakulása, a jövedelmeknek a változása miatt, ez egy összetett, nagyon bonyolult kérdés, de mi rendőrség azt tudjuk tenni ebbe a dologba, hogy ha történnek bűnesetek, megpróbálják az elkövetőt minél előbb felderíteni, elfogni, őt akkor kivonni a idézőjelbe a forgalomból, hogy több bűncselekményre tudjon elkövetni. Ebben nekünk nagy szerepünk van, illetve hát a bűnmegelőzési programjaink. Biztos a nézők találkozhattak ilyen házhoz megyünk programmal, amikor áruházakból megjelenünk, és akkor ott próbálunk a lakosság részre tanácsokat adni, de említették olyan közös rendezvényeket, amikor baleset megelőzés területén Ezres úr által is említett rendezvényen ott vagyunk, és akkor balesetet szimulálunk adott esetben, hogy hogyan kell egy balesetet akkor felszámolni, hogyan lehet ezeket megelőzni. Ezek mind fontos dolgok. Vagy a veszélyes áruknak a szállítását, azt közösen ellenőrizzük adott esetben. Ezek mind olyan dolgok, amelyek mind a bűncselekmények, mind a balesetek a bekövetkezését csökkenthetik. A rendőrség szempontjából a másik fontos dolog az pedig a baleseti helyzetnek a alakulása, változása. Ebben azt lehet mondani, hogy 2016 évben nagyjából annyi személyisérüléses közlekedési baleset történt Komárom-Esztergom megye közútjain, mint az azt megelőző évben. Azt megelőző évben volt 516, illetve 16 éve pedig 521, gyakorlatilag ez nagyon nem változott, aminek örültünk, hogy a közlekedési balesetben meghalt személyek számában pedig volt egy csökkenés. 2015 évben 22-en haltak meg Komárom-Esztergom megye közútjain, 2016 évben pedig 17-en. Ez is egy nagy szám, de ez mindenképpen egy csökkenő szám. Aki nézi a sajtót, meg nézi a híradásokat, az láthatja, hogy az egész országban a baleseteknek a számát nagyon nehéz csökkenteni. Ez is egy összetett kérdés, ebben nyilván nem csak a rendőrségnek van szerepe, itt már van szerepe adott esetben a családnak, aki úgy engedi el a kerékpáros otthonról a fiút, hogy akkor tartsa be a szabályokat, a felnőtteknek van szerepük, hogy akkor ne üljenek ittasan gépkocsiba, akkor tartsuk be a sebességhatárokat, meg olyan műszaki állapotú járművekkel vegyük részt a forgalomban, amelyek mások számára sem jelentenek veszélyt. Nekünk az a célunk 2017 évben is, hogy akkor a balesetek számát szeretnénk csökkenteni, meg különösen a halálos balesetekben az elhunyt személyek számát csökkenteni. Az, hogy 5-tel kevesebb volt a halálos közlekedési balesetek a száma, ez azt is jelenti, hogy akkor 5-tel több családtag tudott hazaérkezni a családjához. Ez mindenképpen nagy eredménynek tartjuk. Mennyiben fontos, tehát itt a bűn és a baleset megelőzésről, hogy beszéltünk, mennyire fontos az, hogy már gyerekkorban, tehát hogy a gyerekeknél elkezdik, milyen programok vannak esetleg erre, hogy a gyerekeket, a fiatalokat már így elébe menni ezeknek a dolgoknak, akár kábítószerről, akár ezekről a baleseti dolgokról beszélünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos. Mondhatni, hogy a szülőket is jobban érjük el a gyerekeken keresztül. Mind a rendőrség, így a katasztrófavédelem is már az óvodában megkezdi a prevenciós fölkészítést. Nyilván ez egy speciális tudást is igényel, hogy fel tudjuk kelteni a gyerekeknek az érdeklődését. Bár a tűzoltóautó megjelenése az óvodában mindenképpen azt gondolom, hogy egy jó indítást jelent. De azért komoly munkát fektetünk abba, hogy azon túl, hogy a srácok jól érzik magukat, azért olyat vigyenek haza magukkal, ami aztán meg is marad. Középiskolások szintjén is megjelenik ez, hogy az érettséggel szükséges az, hogy közösségi szolgálatot hajtsanak végre. Ezt több helyen megtehetik, így a tűzoltóságokon is végeznek munkát. Én inkább azt mondanám, hogy ismerkednek a tűzoltóságnak a munkájával, és ez az egyik feltétele annak, hogy érettségit tehessenek.
Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeken a közösségi szolgálatos órákon olyan tapasztalatokkal, tudással menjenek haza, ami aztán a mindennapokban egy nagyobb biztonságot jelent nekik is, és a családtagjaik számára is. A rendőrséggel mi a helyzet? Mi is már az óvodába kezdjük egyébként a bűnmegezéssel kapcsolatos, balesetmegezéssel kapcsolatos információnak az átadását. Ez számunkra is nagyon fontos. Ezen kívül van a DADA programunk, ami már régóta fut az iskolába. Ez a droggal, dohányzással, alkohollal kapcsolatos megelőző programból indult annak idején. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a családokat is meg tudjuk szólítani. Rendezünk egyébként a családok számára biztonságosan közlekedik a család vetélkedőt, és az előbb említett házhoz megyünk programmal, aminek az a lényege, hogy a megye nagyobb városaiban, áruházakba települünk ki, és akkor nyilván ott arra számítunk, hogy nagyobb embertömeg megjelenik, és akkor rá lehet venni a lakosságot arra, hogy szeretessenek a lakásukba, a családi házukba riasztót, vagyonvédelmi eszközöket, fogadják meg a jó tanácsainkat, hogy legyenek áldozatok. Ezen kívül a rendőrség számára fontos, hogy minden szeptemberben az iskola kezdéskor fokozottan megjelenünk az iskolák környékén. Ezt a rendőrség a polgárőrséggel közösen hajtja végre, azért, mert hogy akkor megváltoznak a közlekedési viszonyok, amikor becsengetnek az iskolába, hogy akkor az a szülő, aki 2-3 hónapban keresztül nem vitte a gyerekét autóval iskolába, szokatlan számára, hogy az iskola környékén akkor sok autót megjelenik, meg hát akkor a gyerekek, akik még figyelmetlenek életkorukból eredően, nem szeretnénk, hogyha baleset áldozatává válnak. Mi biztosítjuk a gyalog átkelő helyeket, hogy mindenki az iskolából a családjához oda tudjon menni. Ugye itt a fiataloknál muszáj beszélni a kábítószerről. Ugye a kábítószerrel való visszaélések azok az elmúlt évben hogyan alakultak, és ebben mondjuk van-e arra kimutatás, hogy mennyi volt az, amelyik kiskorú, fiatalkorú? Van. Ez a rendőrség kiemelten foglalkozik. Erre büszkék is vagyunk a 2016 évi tevékenységünk során. Alapvetően a rendőrségnek az a célja, hogy a kábítószer terjesztőket, termesztőket, forgalmazókat, dílereket szeretné elfogni. Ebbe mi országosan is kiugró eredményt értünk el Komárom-Esztergom megyében, mert a tavalyi évben 32 terjesztőt fogtunk el. Gyakorlatilag mi ezt úgy mondjuk, hogy akkor nagyobb halakra utazik a rendőrség. Nem az a célunk, hogy a 17-18 éves fogyasztókat vonjuk eljárás alá, mert ha sajnos elmegyünk egy középiskolába, akkor ott naponta tapasztaljuk, hogy vannak olyan fiatalok, akik úgy mennek el iskolába, vagy hogyha egy szórakozóját megnézünk, akkor ott teljesen biztos, hogy találunk kábítószerfogyasztókat. Nekünk az a célunk, hogy akik terjesztik mondjuk a vatkendert, mondjuk ilyen százas nagyságrendű növényedet állítanak elő, vagy úgy hozzák a kábítószert akár Szlovákiából, akár Budapestről, akkor őket fogjuk el. Mi ezzel a tavalyi 32 terjesztővel akkor nagyon toppon vagyunk egyébként ilyen országos helyzetben is, és itt arra kell gondolni, hogy azért volt olyan fogyasztó, illetve forgalmazó, akinél azért több száz vagy akár ezer adag kábítószert is el tudtunk fogni egy alkalommal, és ennek azért sok kábítószer akkor ilyen szempontból is akkor lefoglalásra került, mielőtt a szabad piacra kikerült volna. Ezt nagy eredménynek tartom. Inkább nekünk az a fontos, hogy megelőzzük a fiatalokat a kábítószer fogyasztása kapcsolatban, világosítsuk fel őket, hogy ez ő egészségükre megy ez a kábítószer fogyasztás. Ezzel ők nem lesznek érettebbek, ők nem lesznek ezzel okosabbak, nem lesznek ezzel nagy fiúbak, hogyha kábítószert fogyasztanak. Azt kell belátniuk, hogy az ő tanulásuk, az ő jövőjük, az ő karrierjük ezáltal veszélybe kerül, hogyha kábítószer függővé fogyasztóvá válnak. Közúti baleseteknél egyébként hogyan alakultak? Tehát, hogy a kábítószer fogyasztó, tehát ezek a diszkó balesetek ilyenek, mennyi volt a múlt évben? Ja, járművezetésnél kétfajta
tiltás van. Egyrészt, ha valaki alkoholbefolyás alatt vezeti járművet, vagy pedig bódult állapotban vezeti, azért mert kábítószert fogyaszt. Azt lehet mondani, a bódult állapot az inkább olyan 5-10%-át teszi ki a járművezetésnek, többségében egyébként a ittas járművezetés. Sajnos ilyenek is előfordultak. Lehetne erre példát mondani, amikor 20-25 éves fiatalok ugye nagy sebességgel közlekedtek, úgy gondolták, hogy hajnali órákban nincsen rendőri ellenőrzés, megtehetnek bármit, aztán akkor közlekedési balesetnek lettek az áldozatai. Köszönöm szépen. Picit evezzünk más témára. A katasztrófa védelemnek ugye folyamatosan bővült az elmúlt időszakban a feladatkör, feladatai, a feladatkörük. Most éppen hogyan állnak? Mik az aktuális feladatok? Mi mindent kell a katasztrófa védelemnek végezni? Hát azt még felsorolni is hosszú lenne, de a tűzoltáson, műszaki mentésen túl, itt beszéltünk már a polgári védelmi szakterületet érintő települési ifjúság felkészítési, lakosság felkészítési feladatokról, iparbiztonságon túl 2014-től a vízügyi hatósági feladatokat is a katasztrófavédelem látja. Ugyan a hatósági jogkör a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon van. A vízi területeknek a hatása miatt regionális szintű a hatóság, viszont feladatokat látunk el ebben bőven, tehát egy visszanyezés során, amennyiben ilyen lakossági bejelentés érkezik, kollégáim itt Komárom-Esztergom megyébe vizsgálják ki az esetet, ellenőrzési feladatokat is hajtanak végre. Itt kell nyugodtan gondolni a mezőgazdasági locsolástól a kút használat vizsgálatig, tehát egy sor olyan hatósági eljárás van, amiben részfeladatokat látunk el. Tavaly év elejétől végeredményképpen, mert az átállás azért nem egyik pillanatról ment a másikra, 2015 év végén 16-tól a kéményseprőipari közszolgáltatást is mi látjuk el, nyugodtan lehet mondani. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyik igazgatósága a Gazdasági Ellátóközponthoz került át a kéményseprők állománya, hogy így fogalmazzam, nem közvetlen direktbe munkáltatói jogkörben látják el a feladatot a kéményseprők a megyében, de gyakorlatilag a teljes kéményseprő állomány a mesterek kivételével átvételre került, és ők látják el ezt a feladatot. Budapestről koordinálják ezt a tevékenységet. Én azt gondolom, hogy feladat méretét tekintve, meg a volt szolgáltatók közreműködését vizsgálva, azt mondom, hogy ez egy viszonylag zökkenőmentes átállás volt. Azóta lehet érezni, hogy a lakosság egy kicsikét jobb színben tudja ezt a közszolgáltatás minőségét, ennek a közszolgáltatásnak a minőségét. Én úgy gondolom, ugyanazok az emberek látják el ezt a feladatot. Eszközbeszerzés történt, gépjárműbeszerzés történt ezen a területen. Folyamatosan fejlesztjük ezt a területet is. Idei évben is kerülnek még beszerzésre gépjárművek is, felszerelések is. Komoly összegeket fordít a kormány arra, hogy ez a terület is tudjon fejlődni. Úgy gondolom, hogy az is, hogy például 6 tűzoltó kollégánk elvégezte az ide vonatkozó iskolát, és ugyan még párban, tehát betanulják ezt a szakmát, de hosszabb távon mindenképpen segítség lesz ez a 6 fő is a kéményseprők számára. Vannak olyan problémák, itt a kemény tél azért próbára tette a lakosságot abban a tekintetben, hogy mivel, hogyan lehet tüzelni, ezzel kapcsolatban érkeztek hozzánk panaszok. Kevesebb volt az olyan panasz, ami a kémények állapotára vonatkozott volna, vagy mondjuk, hogy a felülvizsgálat nem megfelelő minőségben látták volna el. Én azt gondolom, hogy ezen a területen is sikerült egy kicsikét előre lépnünk. Sok olyan megkeresés érkezik hozzánk, ami nem feltétlen a katasztrófavédelemnek a feladatrendszer körébe tartozik. Ezeken is igyekszünk úgy segítőleg közreműködni, hogy a megfelelő hatósághoz, helyhez irányítjuk a lakosságot. Most egy picit már érintettük, hogy a katasztrófavédelem milyen személyi, illetve milyen technikai feltételekkel rendelkezik. Hát több mint 350 kollégám van.
hivatásos tűzoltóparancsnokság három helyen van a megyében, Tatabányán, Esztergomban és Komáromban. Van három őrsünk is, ez Kisbéren, Nyergesújfalu van és Bajnán. Ezen kívül van még Ácson, Nagyigmándon és Oroszlányon önkormányzati fenntartásban tűzoltóság. Ezeket mi szakmai felügyelettel segítjük, hogy így fogalmazzak. Az irányítást egyébként a már említett tevékenység irányító központban, tehát az önkormányzati tűzoltók is onnan kapják az irányítást. Csak egy pillanatra visszacsatolva, ugye azért ez nem volt egy könnyű pillanat, amikor a rendőrségnek fogadni kellett a kollégáimat. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kedvesen, jó szándékkal, és én azt mondom, hogy zökkenőmentesen sikerült ez az átállás. Köszönet illeti főkapitány urat és a kollégáit ezzel kapcsolatban is. Tehát visszatérve egy pillanatra, ugye még önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltóságunk nincsen, de sok jó önkéntes tűzoltó egyesület látja el a feladatát. Idei évre tervezzük, nem olyan sokára talán Réde fog önállóan beavatkozni, ami így a közeljövőt tekinti. Mindenképpen segítség lesz, ők egy olyan területen vannak, ahol egy kicsit később érkezünk ki. Általában elmondható, hogy ami a cél, hogy negyed órán belül mindenhova érkezzen segítség. Aki volt már bajban, tudja nagyon jól, hogy minden perc nagyon hosszúnak tűnhet, és valóban úgy tudunk hatékonyan beavatkozni, hogyha gyorsan kint vagyunk. Összességében azt lehet mondani, hogy a megye diszlokációja, tehát ez a fajta elérhetőség az jónak mondható országos átlagban is. Felszereltségünket tekintve tavaly évben kaptunk két új Rába tűzoltó gépjármű fecskendőt, ez hazai fejlesztés, hazai gyártás, segítséget jelent a gépjárom állomány tekintve, 8 év alá bement ezáltal az átlag életkora a gépjármű fecskendőknek, ezek nagyon drága, speciális, egyedinek mondható felépítmények, üzemeltetésük is viszonylag sokba kerül, úgyhogy vigyáznunk kell rá. Azt mondhatom, hogy el vagyunk látva minden olyan felszereléssel, köszönhetően egyébként a megye területén működő önkormányzatoknak is. Itt szeretném gyorsan kiemelni Esztergom önkormányzata, Komárom önkormányzata által adott támogatást, segítséget, ez mind eszközbeszerzést jelent, akar. Igyekszünk az állomány elhelyezési körülményén is javítani. Én úgy gondolom, hogy több fronton harcolunk, hogy így fogalmazzak, ha nem is mindig harc, de minden vonalon, minden oldalon próbálunk egy kicsikét fejlődni. A rendőrségnél ugyanez a kérdés, hogy van-e megfelelő emberi erőforrás, illetve a technikai feltételek mennyire adottak? A Komárom-Esztergomi Rendőrség Kapitányság központja ugye Tatabányán van, itt működik a megyei rendőrfőkapitányság, és ezen kívül akkor 7 városban van rendőrkapitányság, ugye Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog és Kisbér városába. Mi így fedjük le az egész megyét. A személyi feltételek azok teljes mértékben adtak a kiegyensúlyozott szakmai munkavégzéshez, és a technikai feltételek azon meg csak szintén csak jót lehet mondani, hogyha a lakosság nézi, hogy a rendőrök milyen járművekkel közlekednek, hát a palettán van Mercedes-től kezdve Audi gépkocsi, Skoda Octavia, Suzuki, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy itt készült a megyébe. Gyakorlatilag a rendőrség is folyamatos fejlesztésen megy át egyébként. A rendőrségen a legnagyobb feladat mindig az informatikának a fejlesztése, mert gyakorlatilag a mai világban akkor már korszerű informatikai eszközök nélkül nem lehetne munkát eredményesen ellátni. Hogyha valaki látott az utóbbi hónapokban járőautót, akkor láthatta, hogy már abban kamerarendszer működik, gyakorlatilag az intézkedéseket föl tudjuk venni, és akkor ezt lehet rögzíteni, hogy később akkor semmifajta vita ne legyen, hogy akkor mi történt a állampolgár és a rendőr között. Meg ez az állampolgár számára is egy garanciát jelent egyébként, hogy akkor neki milyen
módon intézkedett vele szembe a rendőr, ez minden szempontból jó. De lehetne mondani olyan informatikai eszközöket, itt gyakorlatilag itt a telefonhívások, amelyek beérkeznek hozzánk. Ugye itt ilyen hívásfogadó működik az országban, kettő, egyik Szombathelyen, a másik Miskolcon, és mi ugye Szombathelyről kapjuk a segélyhívásokat, amelyekre ugye közösen reagálunk adott esetben, megintézkedünk. Ezeket akkor szintén informatikai eszközökön juttatják el hozzánk. De lehetne itt sok eszközt mondani, olyan szoftvereink vannak a rendőrségen belül, ami ilyen európai színvonalat képviselnek egyébként. Úgy gondolom, hogy a tárgyi személyi feltételek azok adottak a rendőrs munkavégzéshez. Mennyire van utánpótlás? És ez most itt mindkettőjükhöz szól a kérdés, hogy mennyire vonzó a fiatalok számára? Fluktuáció a katasztrófavédelemmel nél 3% alatti. A megye ebben még jobb mutatókkal rendelkezik, 2% alatti a fluktuáció. Elmúlt évek során néhány kolléga döntött úgy, hogy elhagyja a szervezetet, és nem is feltétlen a szervezetet, a legfeljebb az igazgatóságot más szervezeti egységhez ment. Még mindig nagyon vonzó szakmának lehet mondani a tűzoltó szakmát, ha csak erre gondolunk, bár a jelentkezésekből jól látszik, hogy a fiatalokat érdekli jobban ez a pálya, illetve hát az indulásra ez ökkenőmentes, mert a képzés azért sok lemondást igényel, egy családos ember ezt egy kicsit nehezebben tudja kivitelezni, hogy a családtól elszakadjon a képzés idejére, mert ez egy hosszú négy hónapos időszak az elején. De amennyiben szükség van utánpótlásra, az idejében 6 főt iskoláztunk be a fluktuáció mértékében. Ők majd szeptember környékén fogják megkezdeni a szolgálatot a Komáromi, a Tatabánya és az Esztergomi tűzoltóparancsnokságon. A hatósági vonalat tekintve szintén tudtunk erősíteni. Esztergomba és Tatabányán is egy-egy új kollega került a állományba. Általában elmondható, hogy ők is fiatalok, kevés gyakorlattal rendelkeznek. Képzésekkel, gyakorlati tematikával igyekszünk ezen fejleszteni, de jó minőségben látják el feladatokat, tehát ezzel semmiképpen probléma nincs, nem érkezett hozzánk olyan visszajelzés, hogy nem megfelelő minőségben tudnák ellátni a munkájukat. Ez a megye fejlettségét tekintve nagyon fontos, ugye az iparosodás az jelentős a megye egész területe, itt Tatán is ugye az ipari parkban folyamatos fejlődésnek lehetünk szemtanúi, kollégáim ebben közreműködnek. Én úgy gondolom, hogy a fejlesztésnek semmiképpen nem gátját, hanem inkább a biztonság vonalán fejlődést jelenti a cégnek, a beruházónak, így aztán én azt gondolom a helyi településnek is. Mennyire vonzó a rendőri pálya fiataloknak? Komárom-Esztergom megyében sajnos kevesebben választják a rendőri pályát, mint azt szeretnénk. Ezt azért mondom, mert a főkapitányságon ugye vannak üres létszámhelyek, és az lenne a helyes dolog, hogyha a rendőrségi szakgimnáziumokból, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről annyian kikerülnének, hogy az üres helyeket föl tudnánk tölteni. Ez sajnos nem így van. Ez egy összetett kérdés, hogy mi ennek az oka. Én inkább azt is mondanám ehhez, hogy a rendőri munka egy nehéz munka. Ugye általában a tévében, a filmekben azt lehet látni, hogy akkor jó időben, napszemüvegben, fehérinkben egy kiváló autóval üldözi a rendőr a bűnelkövetőt, de sajnos ez nem ebből áll, ez a mai világban, amit vére kell hajtani a hétköznapokban. Ez csak ki kell menni -10 fokos hidegbe, kint kellene 40 fokos hőségben ott esetben, illetve akikkel mi kapcsolatba kerülünk, hát sajnos vannak köztük hajléktalanok, vannak kemény bűnözők, rablók, stb. Azért ez mindenképpen egy komoly felkészültséget, meg egy nagyon komoly pszichikai terhelést jelent a fiatalok számára. Az a lényeg, hogy sajnos annyi fiatal nem választotta a pályát az elmúlt években, de mi ennek érdekében azért komoly toborzó munkát fejtünk ki.
Szerencsére vannak a megyében olyan középiskolák, így van Tatán, Kisbérem, Dorogon, ahol van rendőri közbiztonsági fakultás, és akkor már pályára lehetne irányítani a fiatalokat. A másik, amely miatt nem annyira vonzó a rendőri pálya, hogy szerencsére Komárom-Esztergom megye iparilag nagyon fejlett, és nagyon sok munkahelyet kínálnak a itt lévő multinacionális cégek, és lehet, hogy valaki inkább azt a kiszámítható biztos munkát választja, amikor tudja, hogy bemegy egy épületbe, és akkor egy vagy akár két műszakban dolgozva tudja, hogy akkor mikor, hol kell a munkáját ellátni. Nálunk azért az is benne van a lapok között, hogy adott esetben le kell menni a déli határt megerősíteni, aztán ugye azért ez is egy komoly kihívást jelent az állománynak. Ettől függetlenül létszámmondjaink nincsenek, mert az Országos Rendőrfőkapitányságtól tavaly is kaptunk több olyan fiatalt, akik az ország más megyébe élnek, és akkor itt kell szolgálatot teljesíteniük. Nekünk az a célunk, hogy őket akkor Komárom-Esztergom megyéhez kötni. Erre vannak jó programjaink. Tavaly éve például a Vértesi Erdőgazdasággal és Tatabánya megyei város önkormányzatával közösen átadtunk 10 darab új szolgálati lakást annak érdekében, hogy a fiatalok szeressenek itt maradni Tatabányán, illetve Komárom-Esztergom megyébe. Illetve hát van még további olyan programunk, amelynek érdekében még további 20 lakást akarunk építeni, azért, hogy a fiatalok ilyen módon itt tudjanak maradni a megyébe. Szó esett már a toborzásról és a déli határvédelemről. Ugye a rendőrségnek egy elég kiemelt feladata volt az elmúlt időszakban a migrációs válság kezelése, illetve a határvédelme. Elindult a határvadász program. Az hogyan zajlik, illetve mennyire hatékony? A rendőrség a kormánytól kapott arra lehetőséget, hogy 3000 fővel a határvadász létszámot meg lehet emelni, és már jelenleg is több mint 1000 fiatal tanul már a rendőrszak gimnáziumokban. Ők várhatóan május 1-től lépnek majd szolgálatba, de akkor az a lényeg, hogy az a rendőrség felsővezetésnek a elvárása, hogy akkor 3000 fővel meg kell növelni a rendőrségnek a létszámát, mert a déli határ megerősítését a megye rendőrfőkapitányságok hajtják végre. Ez azt jelenti, hogy Komárom-Esztergom megyéből is minden második héten több mint 100 kollégánk nem van a déli határt megerősíteni. Egyébként ezt úgy hajtjuk végre, hogy itt a megyébe akkor rendőr hiány, közbiztonsági deficit nem keletkezik, mert a többi kolléga adott esetben a kótolórára igénybe vehető, és akkor gyakorlatilag ugyanannyi járőrautó, ugyanannyi nyomozó, ugyanannyi kolléga itt lesz a megyébe. Ez akkor gondot ilyen szempontban nem okoz, de ugye az lenne hosszú távon a cél, hogy ez a 3000 fő, akit majd a rendőrség fölvesz, kiképez, akkor ők látnák el a déli határnak a megerősítését. Egyébként 2015 óta ugye a rendőrségnek a legfontosabb feladata nyilván, ami a alaptörvény meg van határozatokon kívül, itt a migráció elleni hatékony fellépés. Ezeknek a fiataloknak a képzés, ők most gyorsított eljárásban, vagy ők ugyanazt a képzést kapják majd most, tehát hogy ők amikor ezt elvégzik, akkor teljes jogú rendőrökké válnak? Természetesen igen, ők ilyen moduláris képzésen vesznek részt, aminek az a lényege, hogy ők most járőrtárs képesítést szereznek, és utána akkor, mikor ez a képesítés megvan, akkor egy hónap is egy ilyen határvadász képzésen vesznek részt, és hogyha ez a képzés megvan, akkor későbbiek során akkor kapnak még egyéb képzettséget. Gyakorlatilag ugyanolyan képzettségi kollégák lesznek, mint akikkel találkozhat a lakosság Komárom-Esztergom a településein. Legaktuálisabb feladatok, illetve a közelgő legaktuálisabb feladatok, hogyan alakul majd a következő időszak? Hát ami most közvetlen előttünk áll, az ifjúsági versenyről nem esett szó. Katasztrófa védelem minden évben megrendezi területi szinten is, itt Tatán is múlt hét szerdán a általános iskolások, középiskolások megmérettették magukat, hogy milyen tudással rendelkeznek. Ennek a megyei döntője Esztergomba lesz majd 11-én.
12-én áprilisban Oroszlányban fogunk egy katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlatot végrehajtani, ezt a társszervekkel, közösen önkormányzattal nagyon sok társszerv meg fogott jelenni, egy viszonylag komplex gázszolgáltatóval kapcsolatos gyakorlat lesz, ez ami a hónapot érinti, ugye közelég lassan a Szent Flórián napja, a tűzoltó napot fogjuk megünnepelni, ezt majd közösen a rendőrséggel. Ez itt lesz egyébként Tatán, a sportcsarnokban. Ez majd április 28-án lesz. 27-én előtte nap egyébként Komáromban lesz egy terefutó versenyünk. Az igazgatóságunk fogja megrendezni a belügyi terefutó országos bajnokságot. Úgyhogy egy elég sűrű hónapnak nézünk elébe. Készülünk tovább egyébként felkészülési gyakorlatokkal, sok rendezvényünk lesz Rédén, ahol az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület kezdi meg a munkáját, ott lesz a tűzoltó napunk. Ez egy egész napos program, komoly programokkal. Én azt gondolom, hogy elég sok feladat előtt állunk még a mindennapi tűzoltást és a közbiztonságot érintő ellenőrzések mellett. Ugye itt most, hogyha már kicsit így a közelgő feladatokról beszélünk, ugye jön a jó idő, és akkor itt Tatán mindig problémát jelentenek a szúnyogok. Most, hogyha jól tudom, akkor ez most már a katasztrófa védelemhez tartozik, vagy nem tartozik, hogy ezt így azért mondjuk el a nézőknek, hogy... A koordinálása tartozik a katasztrófa védelemhez, de ez nem megyei szintű. A szúnyoggyérítést a katasztrófa védelem országos szinten koordinálja. Nem a katasztrófa védelem hajtja végre, a vállalkozókkal kerül ez végrehajtásra, a területi szinten nyilván igénybe véve azokat a szolgáltatásokat, figyelembe véve az igényeket, ami az adott térségre jellemző, ez ugye a Duna környékén is fokozottan érdekes. Pontos adatot ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, hogy hány szolgáltató hajtja végre. Azt megelőző évekhez képest viszonylag nagy átjárhatósága volt, hogy melyik szolgáltató hol hajtja ezt végre. A tavalyi és az idei évben már azok a szolgáltatók fogják ezt végrehajtani, akik jobban képben vannak azzal, hogy a helyi sajátosságok milyenek, mire van szükség, milyen szerre, milyen intenzitásra, gyakoriságra. Én azt gondolom, hogy a központi koordináció az ebben a tekintetben is egy kicsit lépett előre, hogy remélem, hogy az idei szúnyoggyérítés az hatékony eredményes lesz. És még akkor a rendőrségnek az aktuális feladatairól néhány szót, amik most várnak a közeljövőben önökre. A rendőrség készül a húsvéti ünnepekre. Ugye idén egybeesik a keresztény húsvét, illetve az ortodox húsvét. Mi ilyenkor arra kell készülnünk, hogy az M1-es autópályának a forgalma az jelentős mértékben megnövekszik. Gyakorlatilag a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások majd mennek haza. Ugye eleve itt hosszabb lesz a húsvéti ünnep, és nekünk azt kell lehetővé tenni, hogy az M1-es autópályán a forgalma az zökkenőmentes, zavartalan legyen. Ha netán történik baleset, akkor azt közösen kell nekünk megoldani, elhárítani annak érdekében, hogy minél kevesebb sérelemmel járnak ezek az események. Ezen kívül akkor készülünk az idegenforgalmi szezonra, ugye szerencsére jön a jó idő, lesznek jó fesztiválok a megyébe, lesznek Tata városába is, ezekre is akkor föl kell készülni. Az év a rendőrség szempontjából országos szinten több rendezvényt jelent biztosítás szempontjából. Idén nyáron lesz Győrben az ifjúsági olimpia, amelynek a biztosítását alapvetően a Győr-Mosonosok Menedőfőkapitányság hajtja végre, de nyilván ebben nekünk is majd be kell segíteni. Budapesten vizes világbajnokság lesz, amelyre szintén akkor majd nekünk is kell biztosítani erőket. Ennek lesz akkor Balatonfüreden is akkor majd rendezvénye, illetve lesznek olyan politikai rendezvények Magyarországon, olyan delegációk jönnek az országba, amelynek a biztosításával mindenképpen részt kell venni. Ezen kívül akkor idén is lesz akkor Forma 1, amely szintén akkor Komárom-Esztergom megyére nagy terhet fog róni azáltal, hogy itt a M1-es autópályán akkor a forgalom mindenképpen megnövekszik.
Ezen kívül akkor készülünk arra, hogy a megye frekventált városaiban, Tatán, Esztergomban, Komáromban idegenforgalomkor meg fog élénkülni, ami mindenképpen egy jó dolog. Szeretjük, amikor ide jönnek a turisták, jönnek ide a fesztiválozók, jó érzés látni a vidám embereket, akik jönnek családokkal, gyerekekkel, és akkor jól érzik magukat. Egyébként 2016 évben semmilyen rendzavarás nem történt az ilyen rendezvényeken, ami mindenképpen jó, illetve nem voltak olyan balesetek, amelyek itt a lakosság nyugalmát irritálták volna. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!